Vagy hárommal voltatok? A három tanulóval? Hát igazából kezdett hárommal, igen. És kanyarod jobbra. Megfékezett és visszatott is. Egyszer vagy kétszer fordult elő, igen. Gyere a kuplomban, visszanézve. Hát nálam se sűrűn, de azért Nikinél egy pár szó már nem fordult, igaz? De jó bírodta ezt. Légy szíves, jobbra kanyarodj. Kezdem. És ez, és tedd az ívre. Ja, látod a szegét? Igen, igen, igen. Forgatod, forgatod. Ne a végén. Kicsit későn kezdtem. Nem baj, ez még belefér. Nagyon jó, nagyon jó sikerült az ív. Hopp, jaj, mi volt ez? Kiesett a jobb hátsó. Úristen! Nekem nincs annyi pénzem, hogy ezt megcsinálom. A pótkerék, kiesett a pótkerék. Az izé csatorna felé, nem ilyen hangos? Igen, az a jó, ha belemész, az azt mondja, hogy jó ilyen kanyarod. Tehát gázt elengedjük, merre megyünk? Jobbra. Nagyon jó, és megint visszanézem, és nagyon, hogy tudja, és ívre, ívre, ívre. Itt rettegek, hogy jön valaki szemből, és ugye nem látszódik a doboztól, tudod? Bizony. Bizony, bizony. És akkor elmegyünk majd balra. Nem belátható, elég forgalmas utcához érkezel, igen, szépen bekuplongozol, kicsorogsz teljesen, tapogatófék, tehát nem kell satúfék, és gyalog tempónál egyest váltunk, jó? Hát ezt még mindig nem látok én itt. Akkor nézd meg a kocsik oldalán, látsz mozgást? Nem. Akkor menjünk. Jobbra elnézem. Nem, én már szóltam, hogy már jöttök hárman, aztán mondták, hogy jó van, akkor elmegyünk strandra tényleg. Kettes. Sok volt a kormány megint. Látod, te is Ákos, ugye? Sokat akarnak a lányok. Csendes megfigyelő volt. Igen, mindig tekernek, 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 aztán nem győznek visszatekerni. Ugye? Mert sokszor meg az az érzésem, hogy nem tekerem. Kevés lesz. Igen, igen. Melyik az egyenes irány? A jobbra. Nagyon jó. Akkor nem jelzünk, a jobb tükör, és ugye kihúzod. Mert ha jeleznél, akkor azt hinnék, hogy fordulsz. Egyébként pedig jobbra kanyarodj. Jó. Vagy jobbra. Most ha jelezhetsz, bekuplungozom. És akkor Ákossal megnézelődünk addig. Megnézzük, hogy hogy van felfestve ez a zebra. Nagyon hülye vagyok amúgy. Nem. Gyere fel a kuplomba. Hm. Ja igen, mert már üresbe tettem. Mindig azt hiszem, aki ott mögöttünk van, de mondjuk az egy szelet, hogy a Laci bácsi, csak ő neki Suzuki-ja van, de nagyon hasonló ehhez. Ő kicsoda? A Laci bácsi, az apus. Nem, ő neki Seatja van. Ő Seat az? De nem azt oktat. Hittem, és ez most. Ja. De nem oktat. De van valami nagy fehér, amivel jó, jött hozzá. A saját autója, igen, igen, azon nem oktat. Vagy amivel vitt az orvoshoz minket. Igen, igen, igen. Igen. Az új S-cross. Kezd beindulni az élet. Észrevettétek? Mm-hmm. Igen. Ha átvált a lámpa, fékel, fékel, és mátsz is. És a gyere gyalogos? Kuplungon, majd elengedjük. Befordulunk. Figyeled, hogy jön, nem jön? Bekuplungozol. Mm-hmm. Akkor menjünk. Most menjünk. Már elmentem. Féltem egy kicsit, hogy bevágja a szatyrot az oldal, a kocsi oldalába, vagy a kettes. De hogy itt lődörög az ebra körül. És most kiugrat a kocsi, tanulókocsi elé, a másik tanulókocsi elé. Nyom neki. Ilyenkor szoktam mondani, hogy szép a vízi szállt, ahogy nem tetszett, most úgy elfogadnád. Magyar, hogy majd jobb van, szóval megsütöttem meg egy kicsit. És akkor, mikor nekünk zöld lesz, akkor a néninek is, ugye? Nem. Nem, neki piros. Nem, mert akkor meghalna. De igen, csak azt hittem, hogy el kell engednem őt. Tudod, hogy most Eri zöld lesz, melyik gyalogos kell elengedned majd? Amelyik ott megy. Nagyon jó. Ugye úgy kell valahogy gondolkodnotok, hogy a párhuzamosat engedik, veled párhuzamosat, mert így nem lesz baj. Igen, ha keresztbe gyalogost engedni, akkor ugye elütnéd. Pedig a néni nagyon szeretne. Lehet, hogy előbb fog, mint te egyébként.
De ha azt akarod, hogy te előbb menj, akkor nyomj egy gázra, hogy csak a zöldre vált a lámpa, és hát nem mer előbb. Az majd lehet, hogy 20 év. Nem rosszalkodunk. Nem rosszalkodunk. Látod, most átváltod neki? Igen, és akkor még ott mennek. És akkor amit viszem, és majd azért is szemből jön neked, tudod? Egyébként itt nem szeretek annyira jobbra menni, mert ez a zebra azért nem egyszerű itt. Tehát ha itt jön egy gyalogos, az nem egyszerű. Na most már villog a lámpa, látjátok, átváltott pirosra. Onnan még elenged pár autót, és te jössz. Tehát most már megint a váltónak élsz. Igen, kuplunk be, és indulunk. Nem kapkodunk, tartod a kuplunknak, szép nézed a sinekre, nem rohanunk, mert ott a két srác. És most nagy malacod van, mert ők azért elég tempósan jönnek. Na, nem megyünk át előttük. És a középső sávba menjél, jó? Mehetünk is, jó? Középső sáv. Jött a néni, de nagyon messze volt még, jó? Ez az, és megy a kettes. Ezt akartam mondani, igen, hogy ez egyértelmű. Kimaradt jelzés, de mit akarsz másodszor, vagy még vigyázz bal tükör. Most néz hátra. Igen, és nyomod neki. Igen, meg Niki, arra figyelj, hogy most eszembe jutott, hogy Inga is egy picit rántott a kormányon, láttad sávváltásnál? Így váltunk sávot. Jó, gázel, és megy a hármas. Ugye, ez az van, hogy hirtelen ösztönből akartad megoldani, tudod, hogy látod, hogy tiszta, akkor húztad, neki mondom, mert ő durvában rántott a kormányon, hogy adj időt a többieknek, tehát jelzés, tak, átgondolod, áthúzod, jó? Tudom, hogy így utólag így tök könnyű minden, de amikor itt vagytok, akkor azért nem olyan egyszerű, igaz? Igen. Menjél csak. Csak az ebrára kell figyelni, mert a lámpád nem működik. Látod? Neked nem kell elsőbséget adni, viszont az ebra az rendes zebra ilyenkor. A gyalogos átkelővel. Ott is van, sehol senki, nyomhatod ki. És azért maradunk itt, mert balra fogunk kanyarodni, jó? Amúgy ki kellene menni a külsőbe, ha egyenesen mennénk. És jelzhetsz is. Oldalra nehezünk. Kezdhetsz fékezni. Még egy kicsi fék, és a kukló volt az körülbelül legközelebb most, jó? Aha. Hát ha eszed be a szép, mert addig is a motorféket használ. Menj el a vonalig majdnem, tudom, hogy magas vagy és nem látsz akkor ki, de van érzékelő a lámpám, és nem fog érzékelni. Jó, nagyon jó. Üresbe helyezed, és figyeled a lámpám. Jó, most kimaradtunk egy körbe, későn értünk ide. Látjátok, hogy zöld a gyalogos lámpa? Uh-huh. Emlékeztek, mit mondtam? Ha neked nyilas zöldet van, neki piros. Igen. Tehát magyarul most nagy szünet. Viszont ha átvált a lámpája pirosra, akkor készülsz, hogy mindjárt te jössz. Akár. És ugye, hogy jó ötlet, hogy nézed azt a zöld lámpát? Mert addig nem vagy ráfeszülve a sajátod. Igaz, hogy mindegy melyiket nézed, de azért az kényelmesebb. Ugye azt, hogy nem kell felfelé nézni. Meg most azt tűnt fel, hogy most, mintha stokkal tovább lennének pirosak. A múltkor nem érzékeltem, csak ott a hévnél adott. Nem, mert most kaptad meg, általában egy perc. Villog, készül lelkileg, váltónak kész. Mert is, látod? Aha. Tiszta? Én is innen tudom, tehát nem vagyok okosabb, mint ti. Jelzés. És kettes. Ja. És kettes. Nehogy gáz. Nem. Bocsi, de kettes. Közben nem tudok váltani. De kell. Majd megtanulod. Jó? Jó. Vagy akkor ne adj ekkora gázt neki. Jó. Mehetünk. Kicsit olyan volt, mert bele akartam oda repülni. És akkor mehet a hármas. Szóval, miről beszéltünk a lámpánál? Valamit akartam mondani a lámpaváltással kapcsolatban. Hogy tovább, én azt mondtam, hogy tovább piros, mint ha mi. Egy perc körülbelül. Most már érzem a reggeli utat azért. És akkor hazaértél, ettél és jöttél megint. És ugye én